Szervusztok, srácok! Vessük magunkat bele a Skull & Bones Open Beta-jába, ami a mai nap, azaz február 8-a hajnali 3-tól játszható, egészen február 11-e, azaz vasárnap délig. És amit most így a beta alatt haladtok, ameddig eljuttok, azt a progresszt megtartatjátok a teljes játékban is, tehát jövő héten, amit most megszereztek, az minden elérhető lesz. Sőt, az Open Beta-ért való játékért, ha elérsz bizonyos szinteket, akkor jutalmakat kaphatsz, hajózászlót, lemurpetet, ágyószkint, egy imótot, ahol, amilyen jelnyelves, tírhatos hajókig lehet elmenni, és van crossplay, cross progress, ez azt jelenti, hogy ha most esetleg PS-en kezded el a játékot, akkor PC-n ez a progress, ez így mind megmarad. Négy fajta event van a játékban, vannak szellemhajók, tengeri szörnyek, kereskedelmi hajók és elit hadihajók is. Akartam nektek itt mutatni egy olyat, hogy így, hát igen, ez lenne az a két kép. Kicsit ránagyítok, hogy azért valamennyire lehessen látni, mert elég rossz minőségben van. De tudok mutatni nektek egy ilyet. Itt vannak a követelmények. 65 GB SSD kell a játékhoz. És ott van, hogy 4790-nel már elfut a játék low grafikán 30 FPS-sel. Aztán itt van az, amit mondtam nektek, hogy mi az, ami elérhető a bétába. Ezek azok. És ez még mind semmi. Mert aki nem tudná, hogy ez nagyjából milyen játék, ez a Ubisoftnak a kalózos játéka, ami több mint 10 éve készülget. Először ugye DLC-nek szánták, AC4-es kiegészítőnek, aztán MMO-nak gondolták, és végül lett belőle ez. Kalózkodás, tengeri hadviselés a 17. század végebeli körítéssel. A kalózkodás történelmi aranykorának csúcsáról. Lehet kalózhajót ugye irányítani, de nem úgy, mint a Sea of Thieves-ben, tehát itt nem konkrétan a karaktert irányítod a hajón, hanem a hajót magát, amit ugye fejleszthetünk, és megbízásokat kell csináljunk, kincseket keresni, városokat megrohamozni. Nagyjából így néz ki. Annyi, hogy ez egy 60 eurós játék, és hogyha a 70 eurós verziót veszitek, vagy Ubi Plus-szal van Ubi Plus-otok, akkor 3 nappal hamarabb tudtok játszani a játékkal. Ha minden igaz. Ja, így van. 11 éve kezdték el fejleszteni a játékot, de ez nem jelenti azt, hogy ezt a verzióját, mert ezt lehet, hogy csak 5 éve. Itt vannak egyébként a beállítások, 1440p és minden max, DLSS nélkül, így fogjuk most megnézni. Ahogy néztem, nagyjából 100 FPS-t tartja a játék, úgyhogy nem lesz gond. The dawn of capitalism. When corporations as mighty as nations rule the seas, and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. A pohárosban. Milyen jó volt ez az átmenet. Azt írja mögöttem, hogy az indiai óceán. 17. század. Jó, átmegyek másik sarokba, tessék. Annyiba jobb ez a béta, srácok, a zárt bétánál, hogy még a zárt bétánál összesen 6 órát játszhattál. Itt nincs ilyen
itt nincs ilyen limit. Úgyhogy ez nagyon király. Ujjjj. Nézzétek csak. Amerre nézek, arra mozog a kamera. Jó, ez egy olyan, ez egy olyan dolog, amit ki kell kapcsoljak. Igen, van Tobii Eye Tracker-es támogatás, de ez az Extended View, ez nem kell. Ez a Head Tracking, ez nem kell. Ismét tutoriálossal kezdünk. Szép jó reggelt, srácok! Üdv mindenkinek! Aha. Első. Aha. Még be van kapcsolva valami plusz felirat, azt majd ki kell kapcsoljuk. Ágyúkkal is megtüzeljük. Oldalágyúval is kapja. Ott vannak a weak point, az a piros. Próbálok arra célozni. Baj. Fura, hogy itt még nem tanít meg minket a játék arra, hogy ki is lehet védni valamennyire a lövéseket. Meg így itt teljesen vakon vagyunk, hogy most akkor jól csinálom? Nagyon kapják a hajó. Nekem sikerült a zárt vételben egyébként úgy csinálni a tutoriát, hogy kimentünk a játszható részre. Látszólag még három hajó van. Égünk, ahogy látom. Valami van. Sikerült. Az a jó, hogy van még két hajó. Aha, azt írja, hogy hamarosan elsüllyednek.
És akkor még egy utolsó hajó? Van egy utolsó hajó. Szia Jucika, szia Natasha, szervusz Zagika és Mobál. It's the whole damn British fleet! What are we gonna do? Egy sokkoló fész, fish, taki. Üdv mindenkinek, srácok. Hát itt valószínűleg nem lesz esélyünk. Féleltük a tutoriált. Hajótöröttek lettünk. Hát ezt kaptuk. Ezt kaptuk. Kaptunk is egy jó töltőképernyőt. Ja, hát itt most a világ összefogott ellenünk itt a tutoriálban. Megmutatták, hogy itt bizony, hogyha nagyon sok hajó körülvesz minket, akkor az fájni fog. És most kezdődik a Battle Royale. Ez még mindig jól ki van találva, hogy meglátja magát a karakterünk, és ez a karakter kreálós rész. Nézzük, milyen presetek vannak. Mindenki nagyon nedves. Hát legyen ő. És... Aha, ez most előről kezdődik, de úgy, hogy most így, amit az Open Beta-ba haladsz, az így megmarad a teljes játékban. Aha, ez most az Open Beta hajnali 3-tól elérhető. Mi? Dehogy is, én még nem állok készen. Aha. Ilyen vízna leszek, ilyen vízna, mert hogy... sokat éheztünk, és majd később, hogyha nagyon meg leszünk rakva zsákmányokkal, akkor majd mehet a fett karakter, de egyre nagyon véznák vagyunk. 5-7 pihi van? Na, hogy girosz. Nem kellenek ilyen tetkók. Aha. Lehetünk vakok is. Én egy Sharingant szeretnék. Nem lehet Sharinganom? Na ez. Ez milyen hajlát? Aha. Ez lesz az, igen. Jó. Én ezt adom amúgy. Ez Jézus konkrétan? Hát nagyjából mindegyik szakáll ugyanúgy néz ki. Legyen ez. Aha, hát... nem tudom itt mi a különbség, megmondom őszintén. Ja, látom, itt az egyik... Na ez lesz az, srácok. Ídni? Ezek vagyunk mi most. Kész. Na, hát egy igazi túlélő így néz ki, nem egy izé, egy kövér ember, egy kalóz, érted? Na ez lesz az igazi, hát sokat éheztünk, még a társainkat is meg kellett, hogy együk.
flag, the British and the Forbidden. I blame Captain Russell for steering us into these cursed shallows. We survived the battle, and now you arrive to help through the Dow. I would say our fortunes on the... Arra, hogy de nagyon zavar itt valami. Felirat. Language, language. Hát ez jó kérdés, hogy melyik lesz. Interface. Amúgy valószínűleg a subtitle-nél lesz. Text chat. Na, az az, ami biztosan nem kell nekünk. A text chat az biztos, hogy nem kell. Jó, language-nál lesz a subtitle. Igen, és akkor itt van. Ez most itt nem tudom, mit akar mutatni. Az activity? Az... Akkor nem. Na ez kell, kikapcsoljuk. Jó. Jó. Na ez mondjuk hiányzott, hogy nagyobb legyen a felirat. Jó, én így elégedett leszek. Hát ezt mindenki el fogja tudni olvasni. Gerinc sérvés műtét. Bakker. Megbotoltál és részleges bokaszalag szakadás. Mi a marabbi felépülés, Girosz? Make yourself useful. Valami nagyon csöpög mellettem. Te is itt tartasz, Killa? Na, have fun. Én szeretnék tovább jutni most, mint a zárt bétában. Úgyhogy hatalmas kontraktok csinálásába. Dude in Xbox. Az a neve. Szegény srác. Beszorult egy Xboxba. Vannak, akik mosógépbe szorulnak be, vannak, akik meg egy Xboxba, látjátok. Igen. Kikötünk. Ó, de jól néz ki a karakterem, srácok. Nagyon jó. I told Captain Rassler, the ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog, but also the race against these cursed elements. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows, and I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? Hol voltunk mi? No doubt cowering in your quarters, like the filthy rat. Jarr, srácok. Üdvid mindenkinek. Harcoltunk a brit flottával és túléltük. And what good are your foolhardy ways if they have left us stranded upon these shallows? You wish to reach St. Anne? Of course you do. And so do the rest of this drunken lot, sprawled upon their asses. But if we return to the Kingpin empty-handed, he will surely strip us of our titles, if he does not first strip us of our skin. Üres kézzel nem térhetünk vissza a kalóz kapitányoshoz. Shark-infested waters. Only then will I divulge the way to pirate paradise. Good. Adjad a küldit. Szevaszín, szervusz Dwight, üdv mindenkinek, srácok. Jó. Itt van Johnny Sparrow. Gyorsan nyomunk egy emotot, jó?
ezt szeretném. A kapitány imótája. Wouldn't trust the officer to guide a fish in open seas. But if the bugger knows the way to St. Anne, we need to get Skurlock's cargo. We can hunt these fish for food. You must track fast! Those corpses. We might have to search them. Death will not attack today! Good work. Come at me, beast! Sikerült felszedni a lótot. Húha! Húha! Jó. Saved. Szerintem lehet azt mondani, hogy saved. Fortune smiles upon us. Fortuna ránk mosolygott. Jézus! Visszamenjél! Watch out for those teeth! Nagyon rosszul céloz a karakterünk. Úgy érzem ez esélytelen. Ja? Kombat közben nem lehet kikötni. Jó. Most már engedi. Hoztunk fegyvereket. Mármint, hogy... Igen, és robbanószereket és rumot. A két legfontosabbat. Thanks for the goods. Skellock may well spare my head, but I cannot say the same for you. After I tell him about the After captain I... who failed to protect his cargo. Find your own way to St. Anne, chump sniffer. I don't owe you a sliver up your ass. Nagyon furán mozog a felirat egyébként. Why don't you ask Captain Rassler? His bloated corpse might know the way. Now fuck off, bilge rat! Na, az első kontraktunk az így meg is van ezzel. El kell jutnunk a Szent Annásra. Cool! Az komoly. Köszi szépen! A little weasel to the very end. Köszi szépen a 80 hónap töretlen támogatásodat. Mizulság. Szervusz a kakabótom, Akila és Noriens meg Kristálylány és Viridiana. Üdv mindenkinek! St. Anne's horizon might hold the sunrise I've been yearning for. Better hope the pirates don't start. Ott kell megálljunk, ahol a sárga X van. Nem ment. Nyomtam az F-et, de nem működött a Force Open. Professzionális lockpick elős vagyok. Ma mentek síjálni? Az igen. Na jó, kikapcsolódást, Mighty Cool. Imádod ezt a kalózos témát?
valahogy zsebre raktuk. Látsz? Jó. Ez ennyi volt, most megyünk vissza. Ja, volt, volt lent valamilyen földön, múltkor is fel lehetett venni, de inkább tovább akarok jutni azon a ponton, ameddig legutóbb eljutottunk a zárt bétában. Skurlock will need a daring rogue like yourself to procure new goods for his pirate empire. And so far, your fortune has steered us true. I'm hát glad we pulled your cop from the sea, friend. Amikor elindítottam a játékot, hogy ez még nem a végleges, de a haladás, amit itt elérsz az Open Beta-ban, az már meg lesz a teljes játékban jövő héten. Geszi. Finally getting out of these cursed atolls. Fortune smiles upon you, Captain. Something tells me we're going to be just fine. Set sail. Think I might even stick around. Jó melót szemez. Üdv mindenkinek, srácok. Hát azt az undiscovered területet azt már nem discovered-öltük most. Na ez volt a tutoriálos terület, srácok. A Ubisoftosok bemutatják egy Ubisoft originális Ubisoftos ezen dolgozom. Mindenki, még ti is ezen dolgoztatok, csak nem tudtok róla. Apukám Ubisoftnál is besegít, igen, néha amikor így nagyon elkadászodnak, és nem tudják mire költeni a pénzüket, akkor mindig segít. Smell that salt, spice, and sin, Captain. The Indian Ocean holds many secrets and mysteries. The smuggling den of St. Anne is one of its hidden gems. Whatever a pirate needs, this place has it in stock. St. Anne is where we turn our luck into fortune, friend. Skullock, ez a nagy lobby. That letter is proof your pirate ez a nagy lobby, srácok. Ahol az élet zajlik. Hey, don't look at me. You're the best pirate to win Skurlock over. Me? I had my shot in the past. We don't need Skurlock's loyalty to gain infamy and influence. Only his connections. A proper ship would be a start. Unless you want to keep cozying up on your dhow. I'll stay by the ship while you tread shore.
Pay no mind to the bottom feeders, Captain. Mutogatnak ránk. We answer only to the winds. Tudják, hogy én vagyok itt az új hús. Időt, srácok. Annak a jobb oldali csávónak kicsit meg volt égve a teste. This one isn't gonna make it. The little twig will snap within days. Days? That carcass is just about falling apart. And it reeks of whale piss. Na, mindjárt megyünk a Kalosz kapitányoshoz. A tintás bolt. Na, itt most már lehet szaladni. Megtanultunk szaladni most már, hogy nem a tutoriál területen vagyunk, srácok. This one here survived the wreck. Sure looks like it. Amúgy azt akartam kérdezni, srácok, hogy látjátok a feliratot? Így jól látszódik? Vagy legyen még nagyobb? Get it done. We'll never show your ugly mug. Jaj. Useless git. The British. Jó lesz. My ship sank my cargo, but shut you out. Hope you're not worthless. Na, köszi. Elég nagy. Ez a legnagyobb, srácok. Ti a legnagyobbat érdemlitek, srácok. Mindenben. Nem is tud olvasni. Azt hittem. Igen, igen, rabolgatni fogunk kereskedőket. Így van. Oh, you need a keen eye for prizes. And a lot more guns. Igen, a felirattal én is úgy érzem, hogy van baj. Néha késik, csúszik. It's halfway to Flotsam. You got spirits. But you're not ready yet. Lehet, hogy olyan nagyság miatt van rossz helyen amúgy elválasztva. Then build your reputation and earn the people's respect. Good things will follow. You do that, and I can make you the most infamous pirate in all the seas. Now off you go. We'll see each other soon. Gaining infamy. Na ez az infamy, amiből a hatos szintet lehet most elérni. Új szerviz, új kontrakt válik elérhetővé, új szolgáltatás és új kontrakt válik elérhetővé, ahogy szintet lépünk. Jó. Minél keményebb egy kihívás, annál több infamyt fogunk kapni. Na ezt az infamyt kell most növelnünk durván, és most így állunk. Outcastok vagyunk. Örülök egyébként, hogyha jól olvasható lett a felirat méretem. Most itt nem szöszmötölünk a lobbyban, hanem grind egy kicsit, és akkor majd később teljesen szabjuk a karaktert. Tudjátok, hogy abban amúgy is sok időt bele tudok tenni. Ha jól emlékszem, most először ilyen nyersanyaggyűjtést fogunk csinálni. Skellock may see potential in you, but all I see is a would-be pirate with salt in their breeches. Tell me, what does the pirate king see in someone as ragged as yourself? Én
Így van, azt fogjuk megcélozni, hogy mi fogjuk uralni a tengereket egy nap. And why would others sail with a captaini with one leaky boat to their name? But if you prove your worth, even the waves will bend to your will. I expect you'll be wanting a pat on the back, treasure in your boots, and John Skellock's warm embrace. Ha! Monoton a küldi. Slit your throat then be called your paradise. I can build you the mightiest ship in the Indian Ocean, like I did for Skellock with his Margareta. But how you steer it into the waves is up to you, Captain. A pirate steers their own ship. Jó kérdés már, hogy lehet, hogy úgy monoton valakinek, hogy amúgy nem jön be a stílus, nem jön be a játék, és akkor így monotonná válhatnak a dolgok, mint például a kód is monoton lehet, hogy igazából a challenge-eknél a challenge-ek roppant egyszerűek, mármint így a feladat egyszerű, meg a Diablo-ba is egyszerű, szörnyeket kell ölni, szóval itt meg hajókat kell lőni. Szóval így... Vagy hogy értitek? Hogy monoton. To carve a reputation here, you must get your hands bloody. It's the pirate's way. Emlékszem, egy éve volt egy zárt tesztelői hozzáférés ez a játékhoz. A karakter modellek széle fekete kockákból állt és vízjeles volt a teljes játék. A dialógusok mondani közepén abban maradtak, azóta nagyon sokat fejlődött. Infamous pirate. If you measure infamy by the weight of your purse, St. Anne is the right place. We can help each other. You bring me quality materials and I'll make you the best quality materials. That way, both our names will grow. Hát Divers 2 ki lesz a próbára? Nem, srácok. Az kimarad nekem. Blueprintek, materiálok. Harvesting toolok. Nagyszerű. Asanti, see you there. Diablo is monoton lehet egy idő után? Hát de ez ember válogatja. Ember válogatja, érted? VP, do you need more from me? Pickax. Maybe we can do business again. És akkor azt mondja, hogy akaika kell nekünk most. Akácia. Akác. Ez akác lenne? Ja, szóval így szerintem amit így láttam a zárt bétából a játéknak, az így szerintem okés. Én nem vallom magam nagy kalózos game imádónak, de ha monotonná válik, vagy válhat a játék, így az open beta és amit így a zárt bétából látunk az alapján, akkor nem biztos, hogy ez a játék nekünk való. És ez most semmiféle rossz indulat nincs bennem, hogy ilyet mondok. De hogy amúgy ez van, tehát hogy simán lehet, hogy nem nekünk való. Hogyha így unalmas, mert akkor nincs meg benne az, ami számunkra szórakoztatóvá teszi a játékot. Hát... Azt írták, hogy elindítottam a játékot, hogy ez még nem a végleges, de a progress az már át fog menni a teljes játékba. Szóval ez open beta. De lehet, hogy amúgy rosszul látom, nyugodtan mondjátok.
Emlékszem, a Witcher 3-ban is a tengeren roncsa felfedezése túl monotonnak tűnt. Lehet rosszul osztottam be, de igazad van. Hát de a Witcherben, amikor Skellige-n ott vannak azok a roncsok nem azért vannak ott, hogy mindet meg kell néz, minden kérdőjét fel kell fedez, hanem ott vannak, mert plusz segítség. De egyáltalán nem mondja a játék neked azt, hogy az kötelező csinálnod. Azt csinálsz a játékban, amit élvezel. Hogyha maxolni akarod és nem élvezed, akkor miért maxolod, érted? Tehát, hogy nem kötelező. Aha. Át kell menjünk a túloldalra, mert ott mutatja a favágást, gondolom én. Vagy ezt az akácot pont kivágták, mi? Azt hiszem, ugye az, hogy kivágták. Na látod, muter, én azt nem vágom, hogy... Ez nem az, itt vásárolni lehet. Hát akkor újabb helyekre kell menjünk. Szóval nem vágom, hogy az AC Black Flagben milyen volt a hajózás, sajna arra már nem emlékszem. Ez a része például nekem nem tetszett, hogy itt kiküld minket a játék, hogy gyűjtsünk nyersanyagot, hogy le legyen, tehát hogy meglegyen az első hajónk, és mivel nyílt világban vagyunk másokkal együtt, ezért simán lehet, hogy ő már ugye kivágta az akácfát onnan. És emlékszem, hogy legutóbb is az volt, hogy itt szórakoztunk egy 10-20 percet, hogy legyen fa a hajóhoz. Ja, hát igen, kalózós játék, elviszik előlem. Ott van amúgy, szerintem az már jó, mert ott Szent János bogarak, meg madarak is vannak a fák körül. Ha már amúgy ez is jó. Mindjárt látjátok a favágó mechanikát. I'd like to die a good death someday, Captain. Na meg is vagyunk. Kíváncsi volt a Witcherbe, és nem akartad kiadni a kérdőjeleket? Aha. Hát akkor benne van, hogyha mindent fel akarsz fedezni, az lehet, hogy unalmas lesz egy idő után. Lehet emberekkel kard csatát vívni? Nem hiszem. Nem hiszem, hogy ilyet lehet, nem? Itt úgy néz ki, hogy amikor a vízen vagy, akkor a hajót irányítod, amikor pedig nem a vízen vagy, hanem a szárazföldön például, akkor a karakteredet irányítod, de csak is azért, hogy kontraktokat vegyél fel és más emberekkel beszélgess. Legalábbis én ezt láttam eddig. Szarkenyüldözéses AC-t várod? Lesz olyan is? Mik vannak? Lemerült a staminánk, srácok. Let's go!
plakát, én is vajon minek a rövidítése? Pont takarom amúgy. Jó, átmegyek ebbe a sarokba, hát ha itt nem takarok ki semmit. Ezt jól látom amúgy? Nézzétek csak! Minden halvány, minden UI elem halvány a képernyőn, és ahogy oda nézek, úgy látszódik, oda nézek, az is látszódik, most felnézek az iránytűre. Nice! Nice! Na, legalább, aki nem látja a Toby Eye Trackert, az is látja, hogy hova nézek. Mert így highlightolódnak a dolgok. Szeretem, hogy a Ubisoft még beleteszi a Toby Eye Trackert így a támogatott dolgok közé, támogatott third party dolgok közé. Knoc, mint a csomó. Ó, köszi! Igen, kifogyott a kalóz nitro. Az igen, ott már valaki hármas szintű. Komolyban van, komolyban van. Ők már hajnali három óta nyomják. Na srácok, mindjárt elkészül a hajónk. Próbálom itt speedrunolni azt a részét a játéknak, amit már láthattunk korábban. If Skellock vouches for you, I was worried you would not make it back. Continue like this, mate. Érted, elmentünk akácfát vágni, az azt mondta, hogy félt, hogy nem jövünk vissza. Félt, hogy nem térünk vissza. Ó, az Elden Ring DLC az elképesztő modváros. A Dragon's Dogmára meg kíváncsi vagyok, hogy milyen. Na majd meséljetek, hogy milyen a Helldivers. If you have the silver, I will gladly sell you design stolen from mercantile dogs. With the right materials, you can build a ship to rival their best. Az a gond, hogy én azt mondtam, hogy nekem az sajnos így kimarad. Mert annyi minden van most így a hétvége felé. Ez a játék a Sea of Thieves konkurenciája? Mivel kalózos játék, szerintem mondhatok konkurenciának, de nagyon más a két játék, én úgy gondolom. Tehát kalózos mindkettő igen, de mindkettő más megközelítésből kalózos. A V Rising az jó volt, csak kár, hogy én nem éreztem balanszoltnak ott a dolgokat. Az amúgy még mindig Early Access, vagy már megjelent a V-Rising? Speak to Thomas, the blacksmith next. Unless you plan on ramming your vessel into the next companion boat, he will build you cannons to sink your enemies instead. Ki szeret a csillagközi inváziót, annak bejövős lesz a Helldiver. A csillagközi invázió volt az a film, amilyen régi és ilyen gagyi izék voltak benne, igaz? Úgy indult az elején. Azt nem néztem végig. Nekem az nagyon, nagyon nem jött benne, nem is adtam meg neki az esélyt. Még mindig Early Access a V-Rising, aha. Na majd, hogyha megjelenik, akkor lehet, hogy visszanézek rá, de én nem éreztem balanszoltnak a bosszokat, de amúgy rohadt jó volt. Rohadt jó volt az első pár bosszig, de aztán azt éreztem, hogy nagyon kellenének a társak. Hungry little gubby, aren't you? Be careful you don't nibble on company bait. They'll gut you from stern to bow. Ez nyílt béta, srácok. Bárki játszhat bármilyen platformról. Bárkivel, mert cross platform. Vagy mi, crossplay van. És van cross progress is. Már van ranked a kódba? Zsír. Múltkor, amikor a Season 1 Reloaded-re ránéztem, akkor még ugye nem volt ranked. De igen, tegnap jelent meg az új szezon, és mindenféleképpen akarok az új szezonnal játszani. Need,
Legyártottunk egy ágyót. Este nem leszek Belfegor. Noha tegnap azt mondtam, hogy leszek, igazából csak megszokásból mondtam, de... Sajna... Este nem lesz stream. Remember, we never talked. Jó, és akkor most Cannonball kell. How fair's your day, pirate? Ja, én... Milyen... Nem is tudom... 2020 körül... Kezdtünk bele a csillaghoz invázióba, és az nekem nem adta. Az nekem nem adta. Legyártjuk az összeset. Mondjuk 10-et. Kellenek. Kell a lőszer nagyon. Ezt jegyezzétek meg, srácok. So, you got your dicks, the cocky pricks keep helping themselves to my iron. Blast them to bits. Na, first blood. Fel kell szerelni a hajónkat. Az újdonságokkal, az ágyókkal. Jó. Manage ship. Oda egy olyan, oda egy olyan. Látjátok, és így be lehet állítani, hogy melyik ágyú. Melyik ágyú hol legyen. Armorunk nincsen. Rope locker. Accelerációt növel. Mhm. Rögtön felszereljük. Hajó kozmetika. Na ez. Rögtön, igen. Ilyen lesz, meg teszünk rá egy olyat. Igen. A hajótest is legyen olyan színű. Tűzi játék. Jó. Még a nevét is be lehet állítani, srácok. Igen, lehet váltani is. Kész. Fotomódba is lehet menni. Jó. Mit vár el tőlünk a játék most? El kell süllyeszteni más hajókat. Szóval ja, a kodra mindenféleképpen rá akarok majd nézni. Ready to sail! És most már tudunk védekezni is majd a space-szel. Mielőtt még eltalálnának minket, nyomunk egy space-t, és akkor védekező módba mennek az embereink. Így van, nyílt hétvége van a kódba, szóval bárki tudja nyomni a multit. Meg a zombit is, jaj, jó a sense, igen. Úgyhogy ez most egy remek lehetőség. Ja, és valentinapi akciók vannak a Blizzardnál. Rengeteg mindenre. Jóhó! Jó. Pumpsters is rajta van a listán, Yoko Sensei. Az is rajta van a listán.
Aha, tehát az... Azt mondta, hogy van-e PvP? Nincs PvP. És ránk lőtt. Ők kellenek nekünk, srácok, a fehér zászlós hajók, a fehér vitorlások. Hola, Captain! The ship we need! The ship we need! Piros részét kell lőni. Enko, kapteni! Ja. Who is waiting, Captain? Kapteni! They are ready for you! Don't let them get away! Na, sikerült? Jó. Azt hittem nem fog sikerülni. Az a gond, hogy itt nyomod a boardingot egyébként. És közben lőnek rá. Radio! Keep at these people! Ez nem a full release, azt mondja a Ubisoft, de a progressed az átmegy a full release-be. Na majd most. Ez a... Megyünk vissza. Ott van, jó fölül kaptunk egy koponyát, X-el, egy kalózjelet a négyből. Tehát valószínűleg egyes körözés van rajtunk. Vota! Kifolyott a kalóznitró. Na, azt mondja, megnézzük. Akkor nem nézzük meg. Felfedeztünk egy kereskedelmi útvonalat. Mindjárt odaírunk a Szent Annásba. Kalóz Nitro? Hát ez amikor az emberek azon munkálkodnak, hogy gyorsabban haladjunk. Jobban feszítik a vitorlát. Nem lehet ugrálni. Sajnos ez így nem lehet az évi játéka. A fine weapon. Frogs barely put up a fight, eh? You did good, mate. Tales of your victory grow taller with every telling. Now you've impressed the other parts in St. Anne. They're looking to deal with you.
I've also got more. This next job will be brutal. Brutális lesz a következő meló. And even Skurlock shall hear of it. See? Companion warships carry rare parts that I would pay well for. Sink the ships and the sea will swallow those parts. You'll need to board the ships. Kulverina. Csináljunk még egy ágyóst. If metalwork is what you need, my anvil's ready. Játék kérte. Öregeim, köszöni a felirat méretét? Nincs még. Nincs még. Ti mindenből a legnagyobbat érdemlitek, srácok. Ez azért van. Ja. Ezek szerint az ágyút azt mástól kellett volna lootolni. Ja? Jó. Akkor jó. Nem kell szerencsére riperelni semmit. Hopp, egy kozmetika. Aha, Ugye itt már feltűnnek rögtön a szetek, amiért lehet fizetni. In-game currency-vel. Ez itt nem a pénzes. Még. Hopp, ott van valami. Oda néz. Így már tudunk kinézni. Na ez kell. 2000 érme lehet ez a lemur. Cicás. Jó. Mi fontosabb dolgokra gyűjtjük most a pénzt, majd a karakter kinézetre, majd meglátjátok, hogy az milyen lesz. Adóból nem érdemlitek a legnagyobbat? Jó. Intézem. Most itt mutatja a boardingot. Nagyon jó. Mindenki ide parkol. A rokkant parkolót veszi mindenki igénybe itt az elején. Hihetetlen. Hopp, elütöttük a flamingókat. Azok flamingók voltak? Adóból csak a Photoshopot értenek. Na, küldetés Cogwheel. Emlékeztek arra, hogy ez egy iszonyatosan szívás küldi volt az RBT-ban? Mert hogy itt 6 vagy 8 hajó mozog, és hogyha egyet megtámadunk, akkor ránk támadnak 3-an. Legalább, és hát 3 hajót nem tudunk szétlőni. De szerencsére most, mivel open beta van, valószínűleg mivel többen vagyunk, így el tudunk velük bánni. Van ilyen nézet is amúgy. Jó-hó! Hodor!
Hopp! Scoundrelek lettünk. Oké, ott van még egy fehér hajó. Arra megpróbálom gyorsan elmenni. Hílálnám. Someone go check the heart! We have too much way to where they are, and we will do the rest! Okay. Gyorsan. Jól van. Szerintem akkor már nem szerzünk most... Az ágyút már nem is mutatja amúgy. Mondtam, besegítek már így. Elfele menet. Most nézem, hogy közben pont szembeszél van. Egy jó kis szembeszél. Jó, viszonylag könnyen megcsináltuk most ezt a feladatot. Nem volt olyan szívás, mint múltkor. Szereditú szél! Hoppá! Nekem jött a sziget. Mindenki látta, hogy a sziget jött nekem. DiCaprio tolta nekünk a szigetet, igen. Szevasz, Fumi Rossi. Szevasztok, srácok. How fair is your day, pirate? I thought you'd wilt. Kirakta oda, kirakta azokat a szigeteket. You've proven me dead wrong, mate. You butchered company's warships and gird their olds. Just like a proper pirate would. Köszönöm!
tormented the Compagnie, rose in infamy, and earned the respect of your fellow pirates. Elpusztítás nélkül is lehet hajót foglalni, és később azt aztán nem láttam ilyet. Ilyenre nem láttam lehetőséget, srácok. Azt írja, he ignores you. Kedves. Equip cosmetic item. Na, tessék. Ez a megjelenés előtti nyílt béta, amiben, hogyha bármilyen progresszt is elérsz, az tovább megy a teljes játékban. Here for restyle, Mocker? I can tell from a glance you're not a normal pirate. Come, Florentine Dalisso will turn your life around with fashion to fit your rising fame. Ja. Na, ez kell nekünk, srácok. Ugye itt vannak a teljes szetek. De nekem a teljes szetek azok így nem adják. Van egy-kettő, ami jól néz ki. Vera sorely needs a restyle. Kingpin 1-es rank kell ahhoz, hogy ezt megvessük. Na. Ez kell, 800-ért. A fine selection. Fülbevaló az mindenféleképpen kell. Az mutatja azt, hogy mennyire gazdagok vagyunk, srácok. Hatszázért, hát... Lehet először valami ruhát veszünk. Ez lesz az, ez lesz az. Ő az nem olyan fontos most nekünk. Surranó az nagyon fontos. Fontos a jó surranó. Persze, papucsba és szandálba nyomjuk. Jó. Nem spórolunk. Ez a szethez, hát nem is tudom, melyik menne jól. Ingre nem futja, srácok. Jó, már egy jobb cipőt fogunk venni, igen. Ez itt mi? Tetkó. Hülye tetkók, nem kellenek. Na. Gyűrű? Hogy ne kéne gyűrű, srácok? A legnagyobbak kellenek. Így né, kész. Meg vagyunk, srácok. Na most már jó lesz. As your reputation grows, remember to make sure your style keeps up. Hol a papagáj? Papagáj nincs, lemúr van meg cica. Mailbox. Kárgóra kérünk mindent is. Igen, kösz. Feladatunk pedig az, hogy... Jó, vissza kell mennünk a Kovácshoz megmutatni, hogy mi bizony most átöltöztünk. Na jó, amúgy tetszik ez a skin. Ez jó lett. I'll build you a fine weapon.
fine weapon. Na most kapjuk meg a lemúrt. Akik a papagájt hiányolták, nincs most papagáj, lemúr az viszont van. Build your infamy. Opportunities of greater reward and risk shall come your way. If any pose too fierce a challenge, I'll forge you something deadlier. Keep cracking, and even kingpins like Skurlock will take notice. Ez most a hármas infamy rank, azt jól látom. Oho, oho! A fele már megvan, srácok, a fele már megvan. The French need to know that those resources are ours. Strike the Iron. Kaptunk egy újabb kontraktot. Nagyon jó. És akkor itt tudunk valami újat craftolni esetleg? Wolverine 2-es. Nagyobb damage. Ennyi. Hát ja, most nincsenek újabb cuccok. Hát jó. Remember, we never talked. Lehet blueprinteket telekkelni, megmutatják, hogy hol a lokáció. Nagyon jó. Na, nekünk most oda kell mennünk. G-vel van jó, mutasd a zsurnálét. Jó, kösz. No matter if a ship's a leaky old pub. I want sword old skirt. Nem lehet ugrani. Fú. Hey, better watch your mouth in there. Én most amúgy így a lobby területen így lövöldöznék üvegekre. Pont ér meg elismerésért. Thanks to Captain. Ó, de jól néz ki az a kalap, srác. Szerintem jó választás volt ez az outfit. Mehetne egy outfit check a karakterünkkel. I could really use a new captain now. Ez a kalap, ez Louis Vuitton, fél millió. Ez a kabát pedig, ez egy Guess kabát, 2 millió. They make passage for New York. A gyűrűk az családi örökség. Felbecsületetlen érték. As long as that flesh pile gets his goods, I can do whatever I want on this island. I control the flow of coin, so I bow down to none. Így van, gazdagság hoz nekünk szabadságot és erőt. You seek fortune with me, and we shall reap spoils greater than the wealth of nations. Survive, and you'll grow so powerful we could be partners. All rivals. You want this chance, Cully. It's yours. But don't you give me reason to ruin another rug. Those fineries are getting very costly. Now take a job, and shove off. Na, ő is ad nekünk küldetést. Lehet skippálni? Srácok, nem, miért nem mondtátok hamarabb? Én meg itt becsületesen végigvártam. Jobboard, bounty board, na nézzük. Egy ötös küldetés. 5000 pénzt kapunk érte. Fangs of the Fara. Igazából fölvesszük. Tehát abból baj nem lesz, hogy fölvesszük ez. Jézusom, 9-es küldetés. Grillezett halak. Van vajon valami limit, hogy nem tudunk többet fölvenni? Ja, kisebb szintű kontraktokat felvettük.
Skurlock rigged in the profits. Srácok, hát a legfontosabbat nem csináltuk meg. Tudjátok, hogy mi maradt ki? A lemúr. Lemaradt a lemúr. Jó. Most már jó lesz. Demi Cannon gyorsabb reloaddal. Mehet előre egy Demi Cannon. Ott ül a lemúros kapitány mellett. Na. Fő küldetés. Ajaj. A fő küldetés valahova oda visz minket el. Meg oda is. Ja, akkor azzal fogunk kezdeni. Aztán, hogyha azzal meg vagyunk, akkor majd nézzünk kontraktokat is. Erőteljes szembeszél van, srácok, sajnos. Valakit lehetett lootolni. Továbbra is sajnos erőteljes szembeszél van. Corona Falls. Na vele, ezzel a merchantossal kell dumálni. Hello, pirát. Hello, pirát. This will help. A Sea People relikét vissza kell hozni. Without our chances, we are unable. Mindent is vállalunk, srácok. Minden kontraktot. Azt is. Veluma? És nem veszünk több mindent. Fast travel. Aha, 230-ért oda tudunk menni fast travel-nál. Nem akarunk. Dokkolni kell ahhoz, hogy legyen fast travel. És oda? Az meg csak segítségkívás. Jó. Hogy megköpködte a kezét a karakter, látjátok? Tényleg be kéne jelölni, hogy mi a következő. Oda be kell mennünk.
Nem tudom, mit csináltok itt. De ennyit tudok segíteni. Tessék. Nyomják itt amúgy az ostromlást. Védelik éppen ezt a villagent, vagy mi ez. Kaptunk 50 pontot. Lehet, hogy amúgy ebbe a fightba be kellett volna szállni. Jó, ez megvan, és akkor a következővel oda kell menni. Gyors fordulás. Milyen köd lehet, nem? Vajon hány játékos lehet egy ilyen lobbiban? Lehet reportolni is a másikat. Hát még 2000 méter, srácok, mi odaérünk. Erre kéne mennünk. Ja, könnyen lehet, hogy nem erre kell mennünk. Hoppá. Hát ez a sziget, ez már megint nekünk jött. Dokkolunk ott, akkor majd tudunk fast travelozni legalább. Resonate feeling meghívott minket ismét, hogy landerezzünk ott. Az a gond, hogy nekünk most fontos küldetésünk van. De ebbe a fight-ba bele tudunk azért szólni. Hajrá! Ennyit tudtam segíteni. Dobott neki. Szegény mindjárt szétlövi. Hát nem mondhatjátok, hogy nem segítettem meg.
Kurva, egy kombatban vagyunk. Jó, jól beparkoltunk oda. Na és ő is ad nekünk küldit. Egy pillanat közben, srácok. Megigazítom a nadrágost. Kérdés, hogy most... aha, vissza kell menni. Megnézzük a fast travel-t, jó? $160 Na, jelentem most már jó vagyok. Jól vagyok. You show metal. Folyamatosan kapjuk itt a leveleket. Aha, kaptunk papucsot. Még ha nem is akartunk, most már van papucsunk. You saw the Lenitra ruins. A good coin off that place. What she brought back, it speaks of a trade deal between the French and Farah. Compagnie agents wooing the Farah clan with guns. Ez kemény lesz, ez a küldetés. Why would the Farah stoop so low? Amikor a farás hajó ellen kell harcolni, az... There has to be something else on offer. Azt nem tudtam megcsinálni. Az átbétában. Persze, hogy megöljük őket. Ja, nem lehet mindenki csak úgy öldökölni. My two enemies are busy flirting, and the sea people merchants hear of it before I do. Have my agents turned blind and deaf? The Compagnie moves swiftly in the shadows, and we still have the sun in our eyes. Done good work, Cully. When I'm done beating the information out of my agents, I'll have more for you. Super. Ó, és ott már valami új ágyút kapunk. The Compagnie Royale has a presence in the Red Isles. And their merchants carry stolen spices, perfumes, and luxuries from the Indian Ocean. I want you to rob those arrogant fucks. They spit on us, call us dogs, lice. Take everything. Ruin them worse than the Great Plague did. Their lives are yours to take. Ja, ez még csak a merchantok elleni harc lesz. Lehet. Chulin's demands are a burden we cannot carry on trade alone. Now the Compagnie are a ripe target. Slow to react and hated by all. So we do what pirates do best. Get in their faces and rip the silver spoon right out their mouths. Get to work, Cully. Trade route discovered. Keep that fire burning. Yeah.
Igen, azt akartam megnézni, hogy a fő küldetés azt mondja, hogy szerezzünk, lopni kell piánc. És ugye azt akartam megnézni, hogy az hol lehet. Jó, hát valószínűleg akkor... Ja, oké, így kell. Aha, és ott vannak. Jó. Na, megyünk, srácok. Vitorlát bontunk, és... Megy a rablás, a kalózkodás. We can go after company ships or plunder Giron. Your choice. Nem fogunk plunderölni. Plunderölni valószínűleg csapatban érdemesebb. Úgyhogy helyette hajókat fogunk kirabolni. Ez a terv. Azokat lehetne megplunderözni. Új, írja fölül, hogy internet problémák. Aha, mindkettőnél van pia. Sikerült elkapni. Szervusz, Chris. Azt hittem, hogy befagyott a chat. Akkor ezek szerint nem ért senki. Már el őket. A végre. Ha már sikerül megkampózni, akkor a legénysége meg se kell küzdenem. Ő kell nekünk. Komolyan.
Na végre. Jó, meg vagyunk. Megyünk is haza. Megvan a pia szállítmány. Lehet, hogy csak ilyen kis hajóknál nem kell? Hát, szerintem amúgy csak nem. De hát ki tudja, nem próbáltam még, ugye? Nagyobb hajók. Lesz majd még egy nagyobb hajó, de az nagyon szívás volt. Az a fájt nagyon szívás volt, az majd ezután jön, ha minden igaz. Captaini! Na hát most várunk, srácok, hogy visszaérjünk. Fúj a szél, úgyhogy azért imbolygunk ennyire. Nem, itt egyelőre én nem láttam olyat, hogy a harc a hajón. Egyelőre legalábbis. Back in one piece! Thank fuck for that! Zsiványi, a mindenit. Köszi szépen a 45 hónap töretlen támogatásodat. Mint feliratkozott vadász. Köszi szépen. Srácok, peregjenek a szvegek Zsiványinak. Lassan meg lesz a 4 év. Már nem kell sok. Durva. Your Badar's a hardy one. Na és megkapjuk az új ágyút. And there won't be any tales told of this feat. Úgyhogy ezt majd felszereljük. Honest haul, Cully. My men inspected the goods. They found this manifest. A little seed of rumor. One that will sprout very soon. Something huge is coming. Man of war, invasion forced plague ship, doesn't say. Compagnie has plans in motion, and we are blind to them. Így van. Folytassuk a hajóik elsüllyesztését. We'll have to dig deeper for answers. For now, my agents in the Compagnie remain in the dark. Köszi szépen. Szevasztok. Press my boot down harder on their grimy snouts. The rats care too much for their own skin. Should my agents provide only more piss and swash, know that opportunity will fall on you. Na, még 400-at kaptunk. Úgyhogy közeledünk a 4-es infamy szinthez. Vagy ez a kettes? Nagyon jó kérdés. Azt mondja, hogy a High Seas Heist az piros. Hogy pont nem látjátok, arrébb csusszanok. Ebbe a sarokba lennénk? Jó, én nem tudom. Úgyhogy valószínűleg ezelőtt még kéne csinálnunk valami kontraktot. Hogy fejlődjünk. Piece them together with the rumors my French agent's been feeding me. It's bigger than I thought. A Compagnie merchant convoy carrying a season's worth of goods is sailing through the Red Isles. Oh, this changes everything. Plánderezzük a konvojt és szabadok leszünk. World will tremble at our footsteps.
we can become anything we want to be. Már mindegyik sarokba voltam. Itt is voltam. Itt is voltam. Emitt is voltam. Nézd, hogy ez lesz a legjobb, hogy nem takarok ki semmit. They'll be so baffled they won't be able to tell tit from us. Kali, destiny is calling, and our names are. Hát ezek a párbeszéd opciók igazából arra van, hogy mondasz egy másik döntést, és máshogy fog reagálni a karakter, de összességében a döntésed az így nem olyan nagy súlyú. Tehát a döntésed arra van hatása, hogy mit válaszol a másik karakter. Ennyi. Az a helyzet, hogy ki kell pakolnunk a hajóból. Oda nézz, az Allis hajót már meg is lehetne csinálni. Mi van meg az Allis hajóból? Ú, na a fekete. Az miért nincs meg alapból? Ú. Na az kell majd. Azt nézzétek, infernál, lánguló koponya. Jó, lánguló koponya, már tesszük is fel. Nekem ez volt az, ami tetszett, csak nincs annyi pénzem. Hopp, és most már lehetne nameplate-ünk is. Szevasz, Phoenix. Te próbáltad a Helldivers? Azt hiszem kérdezted, hogy én fogom-e nyomni. De az kimarad nekem. Csak egy major furniture-t lehet rakni. Aha. Tehát több mint 320 méternél Magdot teszünk rá, és több sebzésünk lesz a weak pointokra. Ez jobban tetszik. Na, hát berakjuk bal oldalra ezt a long gun-t, ami nagyobb sebzés, nagyobb reload és nagyobb range. És akkor manage cargo. Rendezd nekem légy szíves súlyban az összeset. Ez az összes? Jó. Az összeset. Abból is. Meg abból is. Meg abból is. Most kipregetem a tutorialt, a többivel megvárom meló után a baráti társaságot. Na, kíváncsi vagyok majd, hogy tetszik nektek. Jaj! Gerlach says the Royal Louis is near the islands of the moon. Akarok javítani. És ugye most nem a küldire fogom menni nagy valószínűséggel. Igen, az most nem. Helyette Strike the Iron. Company location lesz. Aha, tehát akkor ez nem úgy megy, ahogy én gondoltam.
Cooked fish, grill fish és grill shark kell. Aha, jó, akkor ez se úgy megy. Krokodil bőr, oké. Fara merchant. Olyanokat kell keressünk. Jó, az mehet. Star chart. Jó, legyen ez. Vagy van valami közelebbi? Aha, ezt kisebb hajóval kell csinálni. Meg itt vannak ilyen klók is amúgy. Ilyen treasure hunt-os cuccok. Egyelőre ezt most nem látom. Ja, amúgy valószínűleg plándöröznünk kéne. Nem, ez határozottan nem AC játék. Istok. Milyen szépen süt most a nap? Mármint IRL. Kell egyébként, ahogy látom, ott van fölötte egy jel, hogy nagy valószínűséggel küldi van rám. Biztos úgy kell rajta segítenünk, hogy jól meglőjük, igaz? Levétük. Többet már nem akarok belelőni. Nem találtuk el őket. Az én csávóim azok nagyon így mosak, srácok. Stand up, people!
Valami hátulról nagyon sebzett. Mondom én, hogyha hátulról lövöldözöm. Hogy mikor lőnek rám, mert így azt látom, hogy fáj. Nem látom az élet, hogy tüzelnének. Hogy az ellen például hogy tudnék védekezni. Reaper 2. Ez beta, aha, open beta. Look alive to your battle station. Fire away! There is movement on the enemy team. Let's see in a moment. Aztattam. 1200-as damaz úgy befigyelsz. Nem, több platformon is megy a beta, nem csak a PC-n. Ott írja fölül a progresszt, hogy hogy állunk. Kapjátok el, srácok! Akkor nem. Bocs, haver, bocs, mindjárt elrimótolok, hogy véletlen volt. Plunder complete. Drink for old Lou Hannon, got some drunk
Cocky fucked a cannon! I can see many ships over there! Starboard! Hogy arrébb toltuk azt a hajót, láttátok? Fates in the stars. Közben próbálok szkennelni majd mindenkit. Mutatja, hogy mi a lótja. Egy jó kis szembeszél, srácok. Szétöltem, mint hogy megsebződjünk. Mindegy, hogy milyen sebességgel megyünk, érződik az, hogy szembeszél van. De ki ez a szem, aki beszél? Death Strandingban van. Mondjuk, hogy nem sokat hát ebben a játékban sokat beszél. A vitorlánt nem tudod visszahozni? De vissza tudom húzni, de igazából nem számít. Majd meglátjátok. It is an outpost, Captain! It is an outpost! What's that? A roaming sea people warship! 50 infamit ad, hogyha likvidáljuk. Hát akkor mehet. Papaj, a faraklámból. Vágatlan zafír és bronzos van nála. Nagyon kemény ez a izé. Bal oldalon levő ágyú.
ezekre az embert élőben szembeszélben cikcakba kell hajózni, hogy oldalszelet, félszelet fogjál. Ezt hívják ők húzolásnak, rojtszolás. Erre itt akkor nem kell figyelni. Én ahogy észre, hát amúgy de figyelhetsz, tehát hogy igen, akkor nyilván előnyöd lesz, hogy gyorsabban tudsz haladni, de én nem érzem azt, hogy olyan durván büntetne a játék, hogyha szembeszéllel mennék, érted? Nyilván több esélyed lesz, hogyha oldalszelet fogsz, úgy mozogsz. Mindenki kapja be, mindenki. Ezeket kell szétlőni. Aha. Jó, akkor meg vagyunk. Nyolcas hajó. Hetes hajó. Jó, hát akkor sziasztok! Igazából megnézhetnénk ezt a másik küldit, amit már ugye zárt bétában csináltunk, ezt a... Nem tudunk váltani. A kisebb hírt kerestem. It shall be done, Captain. Bekapcsolom a zenét, jó? What will we do with the drunken sailor or lie in the morning? Way, way up she rises, way, way up she rises, way, way up she rises, or lie in the morning. Put them in the scuppers of the hosepipe on him. Put them in the scuppers with the hosepipe on him. Put them in the scuppers with the hosepipe on him. Smiley, köszi szépen a 10 hónapot! Úgy bújra itt tesztünk! Köszi a támogatásodat! Aha! Jó! Őket úgy néz ki, meg kell raidálni. Kitalálom, hogy ezt hogy kéne megcsinálni. Ha megindultak.
fire, Captain! Fire, fire, Captain! Ez egy hármas hajó? A csomó. Bátor vagy, hogy ide jössz így. Ó, Jézusom, mennyi enemy. Fejlődtünk. Ez baj. Igen, őket a felé fogta megtámadni. Hát beverünk még egy ilyet. Látod? Szembeszél... 9 csomó. Oldalazó nyilván több lesz. A kijelzi is zöld el, hogy most jók vagyunk. Nem érzem azt, hogy kevesebben lennének. Kérem az action, haver. Hú, basszus, nekünk jött és ez fájt. De úgy nézett ki, mintha sikerült volna a portolás. Leesett a shieldünk.
bad. Hát vannak eventek is, amikhez még nem jutottunk el, mert most azt mondta a game, hogy érdemes lenne az Infamy rankbe följebb menni. Hát az... Azt hiszem most a Plunder elkezdődött. Ott van egy ellenséges hajó, gondolom az azért pirossá mutatja. Hát úgy néz ki, hogy fölélő. Au. Az baj. Baj. Nagy baj. Sem már szét. Ugye én fogok szétesni. Na. Captaini! Ha még csak most kezdődött, srácok. Gondolom ő az. Ready to shoot!
sikerült. Sikerült a bordolás. Come on! Keep going! Az mi lát? Stamina efficiency. Everyone has a ratchet? Good. They're about to crack at any moment. They're in box. Esélyezáltuk. Everyone safe! Attack! No money and no coffee, folks. Captain, we are ready. Let us beat them. Hidden stash. Mi lesz az mi? What's that? Some of the bar and property, Captain. There, look. They are being plundered right. Jump in. I'm telling you, we are plundering everything. Fire! Kisanakban folyamatosan nyomjuk a lootot. Citrana. Nézzük, engede valamit. Aha, éppen áll helyre ez a rész. Jó, leszállítjuk ezt a cuccot, ezeket a csártokat, amiket szedtünk az előbb. És fel kéne tankolni healben. Hát most az, hogy teljesen kifogytunk. De most már legalább tudjuk azt is, hogy vannak olyan kaják, amik így buffolnak, vagy látszódik bal lent. Bombárd bombot is lootaltunk. És ide jelez ilyen kikötési lehetőséget is. Aha, itt vannak ilyen hipók.
összeszedtük a csátokat, leadjuk, és akkor itt a jutalom. Kinézetet kaptunk. Oké. Adunk még le egy ilyet. 50 pénzért. Thomas seeks metal, but what the blacksmith truly desires is a sliver of redemption. Nem látok olyan healt. Pedig az biztos hoznék. Sealing speedet is lehet növelni itt. Volt egy... volt egy feladat itt. Ez nem hasonlít egyik sem. Lehet, hogy ezt a területet egyelőre még nem látjuk. Amúgy mit ír? Tenina Coast, Fort Louis. Aha. Nézzétek, csak az arra lesz. Tenina Coast az arra fele van. Jó. Ezt a kincskereső feladatot majd meg kell csináljuk. Ezt nem tudjuk megcsinálni, mert ahhoz másik hajó kell. A kis csónakkal lehet csak oda menni. Elmegyünk arra fele, mert emlékeim szerint ott lehet majd váltani csónakra. Szia, mennyivel érzedik jobbnak a játék a bétához képest? Nekem ez ugyanolyan, mint a Close Beta. Ezek blokkolni készül. Warship of sea people is in sight. Samus, captain! What's that, Arseni? Got us a sea people warship! Hát van olyan grillezett izé, ami jól járt, nem? Ennek a gázatlánban nem is élete. Százat ad amúgy. Most nincs hírünk, az a baj. De ezek egyes hajók. Szóval csak nem lesz baj. Látom, ő is kötözködik. Az mi? Enemy
Első rám. No! No! Fire! Their sails are in shreds! They are ours! Ha! They will sink soon! Okay. Enemy fire! Ők is hatalmak. Ne haragudj, de rátok, mert nincs idő. Boy. Egy kis plánder nem érdekel? Jó, mert engem sem. Új, új, ő akar támadni. De láttam, srácok, támadni akart. Szegény gamer boy, mibe kevertük? Lyukassatok ott az alvégen. Nem akarok plánderezni. Aha, az is ott lootolható. Valószínűleg kombatban vagyunk. Persze, mindent kérünk. Az nem jó, srácok. Le vagyunk terhelve. Valahol majd ki kell kössünk, talán ott, ahol majd hajót cserélünk, és akkor eltesszük a dolgokat. Nekem az eddigek alapján picit olyan, mintha a Black Flag-et újraírták volna, aztán kalapta be. Az a helyzet, nem vágom annyira a Black Flag-es izét, részét a... Tehát, hogy így a Black Flag-nek nem vágom a nagy hajókázós részét. Talán 2-3 órát, ha játszottam velem. Gár Tower 100 infamit ad. Az amúgy egész jó. Még lelőnénk 12 Gár Towert, az szintet lépünk. Igen, a majom kenyérfákok. Bizony. Better with fire tools instead.
Nem akarok el ennyi mindent lootolni. De itt van. Kókusz. Kókuszos. Aha, szóval, hogy ezt nyomatnám úgy is, hogy egyes. Treasure. Valahol treasure-t látnak a srácok. Bambusznád. Ott van. Oda kell majd bemenjünk. Na, ez kell nekünk. Ez kell nekünk. Itt ki tudunk kötni. Treasure is in this outpost, azt mondja. Na. Warehouse-ba mindent. Warehouse-ba mindent. Abból is. Az biztos, hogy nem. Jó. Jó. Hoppá, 8 cannonball. Ez most már meg fog menteni minket. Our raid bore many fruits. Get out there and take that cargo, Captain. Jutanom. Tearing Calverin. 200-ért. Amúgy most már 8000 pénzünk van, ami nagyon sok. Kajákat lehetne venni. Lehetne venni olyan blueprintet, amivel új hajóm lehetne, srácok. Vettünk egy hallokot. 2000 volt. Ilyet is. May enemy guards turn drowsy in your presence. Hops, véletlenül neked is küldtem invet a Siege-ben. Megszoktam, hogy Adria második van legfelül. Szevasz, what the fuck. Nálam ezek az invitációk, ezek nem látszódnak. És hogy... Ja, hogy azért voltam én most fölül, mert nyomtam a Skull & Bones-t, mi? Ha már azt mondja, hogy treasure van ezen a helyen. Akkor vajon az a treasure? Az ez. Az ez. És... Aha, van egy kereszt, és van egy kalap. Kereszt, kalap. De menő. Jó siege-ezéseket amúgy, what the fuck. Nektek. Akarva, akaratlanul.
elérkeztünk egy olyan területre, srácok, ahol egy... ahol kincs van. Levesszük a sírokról a kókuszt. Stamina regent kapunk. Fél órára. Azt írja, for the next 20 perc. De a túltip meg azt mondta, hogy fél óra. Most akkor mi lehet az igazság, srácok? Mi már össze vagyok zavarodva. De vajon hol lesz a kalap? Ja, ez még így jelz is. Azt hittem, hogy jobban kell keresni. Srácok, megvan az első kincsünk. Csak mondom. Az első kincs. Kétezer szilveres, meg valami... nem tudom, valami még. Ásó, nem kell ásó. Fogod a homokosba, belenyúlsz mélyen, és kihúzod a chestet. Ennyi. Itt ezek a dolgok, ezek így működnek. Oh, és tudjuk használni a kötelet. Kiorora, te kalózod, az ilyen gyenge, hogy ásó is kell neki? Nagyon gáz. Most ugye fontos srácok, át kell váltsunk másik hajóra. Jó. Reméljük, hogy ez így nem terhelte le nagyon. Jó. Multi vagy single player? Ez full multi. Nílusi krokodilus. We've got the treasure! Good job all round! Good job! Mate! Amúgy az én kalózom is a legcsopattabb kalóz. Emlékeim szerint oda be kell menni. To the Starborn! Samus Phoenix. Kincs bizony. Tower over there, Captain! Port side, Captain! Azt hiszem... sikerült találnunk egy shortcutot, de ez a shortcut valójában nem is kell nekünk. Hát... sztori közben is lehet multizni. De király, itt mutatja a szélirányt ez a cucc. Ami ide van téve. A dobozra. Látjátok? Mekkora király itt a csaj és köztem. Na, a krokodilusok, vagy ez most mi is? Igen, a krokodilus ez valahol itt lesz. Itt? Elvileg itt? Ha, nincs. Jó, akkor megyünk tovább. Lehet most éppen alszik. Jó, következő krokodilus. Inkább bejelöltem. Nyugodtan kérdez, Pumirosz, olyan nyugodtan kérdezzetek, srácok. Nincs az a baj.
trouble to be met there. Nem lesz abból baj, haver. Csak a harci muzsikát kaptunk amúgy. Where's that, Captain? Captain, Fire Property. Fire Property. Az a gond, hogy nem látom a krokodilust. Fire a warship in the distance. Not worth the trouble, that one. Nem megyünk oda. Sehol egy krokodilos sáncok. Aha. Méghozzá a nílusi krok... Ott van. Gyere, egybe egy. Yes. Hogy örül a csaj? Jó, krokodilus megvan. Kell még nekünk hipó. Hipó, aki egyébként ott is van. Alfa hipó. Ott meg madcap krokodil. Jó, inkább mi csak ilyen sima hipóra megyünk rá. Mennyire élem a szimulátorokat? El vagyok velük. Nem mondom azt, hogy a kedvenceim, de így el vagyok velük. Eurotech szimulátort azt nagyon élveztem. Ott még ilyen cosplay stream is volt, hogy... Cosplay? Hogy felvettem egy sapkát, és trikóba voltam. Volt olyan is. Meg napszemüvegben. Optimus Prime-nak? Persze. Hopp, ott egy player, üldöznek srácok. Manyakuló üldöz minket, úgyhogy rákapcsolunk egy kicsit. All hands on deck! To your battle station! To your battle station! Ez a sziget már megint nekem jön. Hogy gyújtottuk meg, srácok, az izért, a tüzet? Igen, de most direkt ezzel a kis hajóval vagyunk, mert csak ezzel lehet levadászni az állatokat. Ja, ez most direkt ilyen vadászós hajó. Na, itt van a nagy kroki elvileg bent. Ajaj, Captain! Ajaj. Hát én is azt mondom, itt még az Itt az alfa krokodilus van. Out of the way!
kék a szeme. Come at me, beast! Arca csapa, csupa derű. Aha, ez jó volt. Consider it done, Captain! Akkor csak. Elindem. Elindem, de nagyon gyorsan. Jó fele, menjünk, jó fele. Múltkor ez jobban ment. De ez most konkrétan fél hátrézott minket. Ez nem jó. Még ezen a kis lélekmenetben azt kiabálni, hogy túljár be tőzt is. Na jó, szóval Alpha Krokodilus ellen nem harcolunk. Ó! A lamba klottyos, az kell. Tújor csónak hátulja. Hagyjál mindent. Mehetünk. Lamba klottyos, az kell. We've been blessed with a tailwind. Let's go! Na, amúgy az a terv, srácok, hogy megcsináljuk ezt a küldit, azt visszamegyünk. Vagy leadjuk. De hogy így, ha már nem csinálunk többet. Cargo Hunt, PvP. Van valami süllyesztéses feladat. Ha itt elvileg a cátlákok kellenek nekünk, a kalapács fejűek. Zara warship! Nothing to be won here, Captain! Only not! De most hatszol, hogy... What's that? Ez kell. Shark sighted! Na, ügyes, ügyesek vagytok, srácok, jól vezettétek a hajót. Na. Shark skin. Na, és akkor most már csak a hippó maradt, ugye? $8,000 pénz. 19 miss, a 3 találat, excellent work, Captain. Onyx. Nagyon negatív vagy. Nagyon negatív vagy. A legjobb vadászatot toltuk ever. Mindenben látni kell a pozitívumokat. Ott a Niagara is például. Hallatszódott a hangján szarkazmus. That one's a fara! Mm-hmm.
crew would be mighty thankful, Captain. Hadd kérdezzem meg neked, ez az igazi hangod, vagy ez olyan, mint amikor egy ügyfélszolgálatos munkamódban beszél? Most ez nincs meg. Sorry. Arra gondol a költő, hogy amikor este 8-kor beszélsz Adrival, akkor más a hangod, a hanglejtésed, mint ahogy streamelsz. Hát attól függ, milyen érzelmeket vált ki belőlem, akkor másabb. Ez ilyen generik, amúgy, hát. Alapvetően. Most így... Én várom, hogy A pontból B pontba eljussunk. Ez nem éppen a legizgalmasabb része a dolognak. Mármint annak biztos izgalmas, aki... imádja ezt a nagy hajókázást, meg ilyenek. Én így el vagyok ezekkel a játékokkal, de nem mondanám azt, hogy kalózkodás mindenek fölött. Szóval én nem ez vagyok, és így, hát, ja. Prepare to engage the enemy! Keep off! A fucking menace, please, huh? Watch out for those keys! Ha! Basszus, hogy ki tudjam lootalni. Ez nem tudom, válaszolta a kérdésre. Használok-e hangtorzítót? Nem használok hangtorzítót. De használhatok, tessék. Hello, most akkor így beszélünk a stream hátra levő részében, és most megvannak a hipók, szóval le is fogjuk adni. Shipwreck spotted! Most kikapcsoltam amúgy a hangtorzítót, ez az igazi hangom, szóval akkor most leaked, vagy hogy mondják. De néha így is tudok beszélni, főleg hogyha valami pornós dolog van a témában, akkor főleg így beszélek. Fány a sziget. Jancsik a kis barátja, igen. Na! Még egy küldetést le tudunk adni. És egy újabb... Elfelejtettem, hogy hívják ezt a... Amivel így irányítják a hajót. Ez a kerék. Ám jut eszembe. De hogy kaptunk egy olyan skint. On the horizon! Sails! Megkaptuk a rewardot, és annyira tele lett a hajó, hogy... ...te vagyunk terhelvám. Sebb... Ti vagytok már egy sebbváltó. Kormány annyi? Hát akkor jó. Oda kell most eljussunk, és három... Ez nem lesz a leggyorsabb. Az a helyzet. Vagy itt most ki tudunk? Nem tudunk kikötni. Hát ez szíves. Hajó irányító falszköz. Szevaszkizok. Van még itt amúgy valami. Megnézzük ezeket a gombokat. Haló. Haló, haló. Ez nem sem... Ja. Haló. 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 Aha, ilyen is van.
ugye van ez a hang, és ettől van még egy másik ab. Ez, ami sokkal, sokkal mélyebb. És ez? Haló? Ez semmi? Vagy ez valami? Haló? Haló? Ja, ezen van egy kis echo, igazából ennyi. Úgyhogy ilyen hangtorzítók vannak. Közben köszi Kizu az ajándékot. Köszi szépen. Valami nem jött értesítés, de ettől függetlenül én nagyon szépen köszönöm a 22-et itt a csatornán. Keszeg számára. Ez voice mod? Nem, ez GoXLR. Itt megnyomom a gombokat és így történik a dolog. Így történnek a dolgok. Szóval ez egy külön eszköz. Aha, GoXLR. Akkor lehet Jancsikával és Tomikával is jelent. Igen, igen. Ha a héliumot szívsz, ugyanez történik. Na, de itt még csak szívni se kell, csak megnyomok egy gombot. Ez egy hosszú út lesz, srácok, de már túl vagyunk. A felén már bőven túl vagyunk. Basszus, megettem egy kaját. Tessék, itt láthatjátok a kapitányt. Itt most a kapitány beszél. Hamarosan landolunk. Hamarosan landolunk. Itt van ez, hogy current infamy, de így ez nem csinál semmit. Mindenesetre már 4-es szintűek vagyunk. Nagy valószínűséggel legközelebb már a 6-ot is sikerül elérni. Így a PvP-t ki lehet kapcsolni, vagy így is úgy is meg tudnak cápezni akarnak. Hát én arra emlékszem, hogy úgy van, hogy kétféleképp lehet elindítani a játékot, majd legalábbis kétféleképp lehet majd, nem tudom, valami ilyesmi rémlet, de hogy eddig PvP, ilyen nyílt világú PvP-vel én nem találkoztam. Vannak eventek, itt például volt egy event, amilyen PvP-s event. De így amúgy nincs PvP. Már csak 500 méter. Oda néz. Az 1500. A sokat nyom, ezek szerint. Amúgy az a helyzet, hogy ott van, tehát hogy oda el kéne menni azért a kincsért, ami ott van. Mit akarsz? Szia te egy... Delfin vagy? Ja, lehet, hogy még az a PvP zóna az nem elérhető. De event az van mindenféleképp. Itt volt az előbb. Így random ilyen timed eventek vannak. Mindjárt ott vagyunk. Most már lesz nem tényleg mindjárt. Ez itt a far nézet. Végre. Először is nyomunk egy
Repairs. Aztán hajót váltunk. Ez a Dó volt a kis hajó, a Bedár, ami ugye most volt. És akkor még egyet tudunk csináltatni. If you need it, my hands can make it. Aha, lehetne pickaxe 2, szó 2, sickle 2. Ha itt ilyen különféle furniture-ök vannak. Ah, és itt lehetne repair kit. Csak nincsen hozzá blueprint. Jó, szóval meg kell szerezni a blueprintet a repair kithez. Moving up in the world, I see. With the right designs, na. I can improve your vessel. Aha, nézzétek csak. Olyat vettem, amivel lehet csinálni tankhajót. Small size, aha. Hát... medium size, az meg majd ötös rankon lesz, aha. Ez hatos rank. Hatos rankon tudunk majd olyan hajót csináltatni. Az meg ötös rankon. A pirate without a goal is like a ship without a rudder. Hát, igazából, tehát hogy megnézzük, hogy milyen ez a tankhajó. Legyen. Léghajót nem lehet. Hogy megtapsolta a kapitány? Nem akarunk hajót váltani, csak le akartam craftolni. Moving up in the world, are you? How about new cannons for your ship? Bronz ingot kellene ahhoz, hogy tudjak újabb ágyút csinálni, csak az a gond, hogy 600 méterről amúgy elővöm el az enemit. Hát nagyon semmit nem tudunk craftolni. De csinálunk ágyúkat. Ágyúkat? Ágyúgolyókat. Ez ilyen Ubisoft Sea of Thieves. Hát, hogyha arra gondolsz, hogy kalózos játék, akkor igen, de amúgy így a Sea of Thieves az annyira hasonlít rá, hogy kalózos játék. Hát, ezt nem, ez is hatos küldi. Van pénzünk, úgyhogy azt most el tudjuk költeni. Heard your name sung by dog. 8000 pénzes. Hát... azt hittem, veszünk majd valamit a nyakba. I need an umbrella. Na, nadrágot kell nézzünk, mert azt még nem néztünk. Ez melyik szett, ami rajtunk van vajon? Indigo Glory. Ez meg a Blockade Runner. Ez tartozna amúgy a sapkához, ez a ruci. Na szóval nadrágot akartunk nézni. Jó lesz ez! Will that be all? Jó lesz ez. Oké, öves nézzünk.
Jó. Szoknyát, amúgy az is tetszett. Amúgy az is tetszett. Pénzbe kerül a tapsimót. I expect I'll see you soon enough. Tudjátok, mit kéne amúgy? Átpakoljuk gyorsan a sok cuccot. Iron Husk, wow! Az menő. Ezzel meg tudjuk erősíteni a hajót, nézzük csak. Lett új szín. Hát kár, hogy rózsaszínt kaptunk amúgy. Na de itt legalább már ezt meg tudom venni, mert ez nagyon tetszett, ez a fekete-piros kombó. Oly, és ilyen izé díszítéseket is rá tudunk már aggatni. Mondjuk ez mennyire menő, mert de ahogy látom, ez valami fizetős izé, cucc. Na és kaptunk egy ilyen kormányost. Hát ehhez nem nyúlunk hozzá. Új outfitet kapnak az embereink. Oda néz. Meluzinét is oda rakjuk az árbócra. Nagyszerű. Azt hiszem még kérünk egy ilyet. 2500-ért. Igen. És akkor ezt be kell bindolni. Nem baj. Majd tudunk vele flexelni. Reaper Weaponsből Reaper Ramon növelés. És így most már hármas lett a hajón például. És hol volt? Ó, azt nézzétek! Details Explosive Resistance. Nézzétek csak, olyan ízét tudunk rárakni. A new subscriber arrives. It fills you with determination. És így már 4-es a hajó. Igen, ez a long gun, ez tetszik. Ami elől van, ez a demi cannon, ezt lecseréljük, mert ez szörnyű. És szerintem ide teszik a longant előre. És akkor ehhez mindig hozzáférek, bármelyik oldalról akarok lövöldözni. Na, és most, hogy ezt megcsináltuk, át is váltunk a másik hajóra, a Hulkra. Ez egy tankhajó. Jó, erre más cuccokat rakunk fel, igen. Ó, ennek a hátuljára is lehet rakni, srácok, ágyút. Nice. Erre is lehetne armort rakni.
Persze, Blood and Wine, megvesszük. Azt felrakjuk. És feldíszítjük a másik hajót is. Kormány jöhet. Kinézet is jöhet. Jó. Kész. Köszi szépen amúgy Konkoly Dávid. Köszi, hogy a Prime-odat te is elhasználtad rám. Üdvimáron hivatalosan is a feliratkozott a vadászok között. Peregjenek a szvegek, srácok. Na most ez egy újabb hajó. Ez egy tankhajó. Mondjuk nem olvastuk el, hogy ez mit tud. De ez tankhajó. Bárki kérdezni, tudjátok mondani, hogy ez bizony tankhajó? Kilőttük a tűzijátékot, de én abból nem látok semmit. Pofás. Én azt mondom, srácok, ez amúgy pofás. Tanker? Nem tudom, ez valami tankos hajó. Van valami tankos képessége. Now hostile. De hát ő jött nekem. Azt hiszem, hogy sok HP-ja van amúgy ennek a hajónak. Ha a tippel nem kéne. Őszám! Normális vagyol? Szia! Most kezdtük. Fát kell szednünk és nem enged se, hogy van ötleted, hogy mit rontunk el? Szia, Levi! Nyomd meg a tabot, hogyha PC-n játszol, ha nem, akkor meg nyisd meg a térképet, és látni fogod, hogy hol vannak fák. Ilyen akácia kell, tehát ami akác, azt keresd meg, és ahol először nem találtatok, én például oda mentem, ott nem volt, mert más éppen elvitte, nézz körül, jelezni fogja a térkép, és próbálj meg máshova menni. Ott már nagy valószínűséggel lesz akác. De az első az szívás, amikor meg kell építened a hajódat, mert valószínűleg mások elviszik előled az akácokat. Ez velem is megtörtént. Most, hogyha összejön. Akkor kincset fogunk keresni. Hát ezt a hajót durván meg lehet pakolni. Sergen füstöl, az azt jelenti, hogy segítséget akar. Jövök. Jövök. Amúgy nem tudom, mit jelent a sárga jelzés. Ja, sokat bír ez a hajó. Mászdi. Hát segítettem rajta, mert már nem füstöl sárgán.
Fort is almost here! Outrigger! In my view! Burn the sheet! Fire now! Mi? Én nem lőttem rád, ott a fákat lőttem. Mert ez hihetetlen. Ott van rajtad, rajtad van egy szúnyog. Na jól van. Együnk tovább. Amúgy most már nem nagyon látok playereket. Kihalt a lobbim közben. Captaini! See people fishing boat! Captaini! They are watching us! Captaini! Over there! I'll be damned! What is it? A sea people property! Ő is! Eskü. Eskü nem én voltam. Aha, nézzétek csak, ott lesz a kincs valahol. Ha is oda kell menjünk. Valaki csúnyán segbe küldött minket. Itt ki lehetnek kötni, hogyha nem lennék kombatban. Na. Tehát kell keressünk egy olyat, hogy ott egy X, fehér X, meg egy hordó fedél. Ez az. Elsőre. Hopp! Kész is van. Kész is van. Corrupt company officer. Salut! Salut! Hát ez nagyon jó, nagyon jó. Szuper. Safe travels. Eddig jutottunk ma, srácok. Én azt mondom, ennyi. Mára. Igazából én most így azon kívül, hogy ez a progress, ami itt van, ez át fog menni a végleges verziójának a játékba. Azon kívül új dologgal nem találkoztam, de ez... Hát ez amúgy az én hibám is, mert hogy ilyen dinamikus eventeket például nem is kerestem, ezeket az elit hadihajókat, még hát ugye nem is értem el oda, mert ahhoz magasabb szintre kéne menni. Tengeri szörnyeket, illetve szellemhajókat nem nagyon keresgéltünk, de a zárt bétában is volt valami hasonló szellemhajós event. Remélhetőleg legközelebb... ebben már bele tudunk vágni, bele tudunk kezdeni valamennyire. Ugyanis legközelebb szombat 9-től pergetjük a játszit, a Skull & Bones-t, a Vidal és Krappával, és megkódítjuk itt a mindenséget is, ez a terv. De annak tényleg nagyon örülök, hogy már a 4-es szintet el tudtam érni, lassan 5-ös, és a 6-os szinten lesznek a legdurvább dolgok a hajó is, amit így
amit így kinéztem. Nyilván nem a 6-os szint lesz max a játékban, csak így a béta alatt az az, ami elérhető. Nehogy már a játék megjelenés előtt kimaxolják az emberek a gémet. Úgyhogy lehet annyit játszani, amennyit szeretnétek. A 6-os rank a max, amit el tudtok érni. És az ahhoz kapcsolódó dolgokat még így ki tudjátok szedni. De például, ha tippelnem kéne, nem tudom, mekkora lesz a térkép. De ha tippelnem kéne, oda például nem lehet majd átmenni így a béta ideje alatt. Úgyhogy... hát eddig jutottunk most, srácok. Úgy érzem, hogy most hatékonyabbak voltunk, mint legutóbb az alatt az 5 óra gameplay alatt. Kicsit jobban megértettem, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni ebben a játékban. Remélem tudtam segíteni. Ja, és még egyszer fontos info, vasárnap délig tudjátok kipróbálni a játék open beta-ját.